Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. A stúdió vendége Laki Tibor, a MOGAC DSE kosárlabda szakosztályának vezetőedzője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hiszen elkezdődött az MB2-es és az egyetemi bajnokság is. De előtte beszéljünk kicsit a felkészülésről. Milyen volt az idei a felkészülés, hogyan alakult a játékos keret, volt a mozgás benne, mit kell tudni az idei nyárról vagy felkészülésről? Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást, természetesen örömmel jöttem. A felkészülési időszak. Először bontjuk ketté ezt a dolgot, ugye itt két csapatról beszélünk egy egyetemista alapokon nyugvó MB2-es férfi csapatról, illetve a MOGAC Széchenyi Egyetem egyetemi csapatáról. Az egyetemistákkal kicsit később kezdődik a felkészülés mindig. Az MB2-ben ott kezdtünk a augusztus 3. hetében. Csináltunk egy névsorolvasást, megnéztük, ki ment, ki maradt, kik azok, akiket be kell építeni. Hányan voltatok és hányan lettetek? 24-es az MB2-es keretünk, és 28-as az egyetemi keret, ami borzasztóan sok, de ha az átfedéseket figyelme veszük, akkor gyakorlatilag körülbelül 25 embert mozgatunk ebben a két társaságban. Még miért beszélni az alapozásról, csak hogy a televízió nézőket képbe helyezzük, ez hol helyezkedik el a magyar kosárlabdázás vonalában, ez az egyetemi bajnokság, az MB2-es bajnokság? Hova kell betenni a mi ugye, csapatunkat? Ha szorosan vesszük, akkor ez a nemzeti bajnokság negyedik osztálya az MB2. Van egy A csoport, van a B csoport, amit két külön színekkel megjelölt piros és zöld csoportra osztanak, tehát az ugye már három csoportot jelent, és jön be az MB2, mint negyedik. De ez nem profi osztály. Nem, ez amatőr osztály. Aha. Jó, tehát akkor itt tartottunk, hogy 25 ember körülbelül az, aki a Moson-Magyaróvárt, illetve az egyetemet képviseli. Így van. Az MB2-es csapat összetétele, ott támaszkodunk a helyi utánpótlásra, értelemszerűen az óvári utánpótlásra. Nagy öröm számunkra, hogy idén már játékengedéllyel és játékjoggal is rendelkezik két játékosunk, ugye a Sebők Matyi és a Szilágyi Marci. Ők rendkívül lelkesen vesznek részt az edzéseken, és már ugye kicsit előre is szaladjunk a fordulókon, már sikerült is pályára lépnie a Marcinak. Mennyire látsz rá az utánpótlás munkájára hozzátartozni? Én egy ilyen álláshalmozó vagyok a kosárlabdán belül, ugye csinálom a Moson-Magyaróvári MB2-t, a MOGAC MB2 férfit, a Széchenyi Egyetem MOGAC egyetemit, emellett Győrben a Széchenyi Akadémián, a Női Akadémián B33 instruktor vagyok, és még van szerencsém a szövetségnek a Győr-Moson-Sopron megyei mentoraként is szerepelni, akinek a legfőbb feladata az, hogy utánpótlás csapatoknál edzésmegfigyeléseket, konzultációkat tartson. Tehát azt gondolom, hogy elég jó rálátásom van a megyében az utánpótlásra. Most két Moson-Magyaróvári srácról beszéltél, akik tulajdonképpen elérhettek úgymond a felnőttek közé. Hogy áll a Moson-Magyaróvár jövője? Lesznek többen is? Szerintem lesznek, és azért örülök, én személyesen azért örülök, hogy ők már felnőtt kerettagok, bár eléggé fiatalok, és a mögöttük lévő edzésszám és mérkőzés szám még nem indukálná azt, hogy felnőtt csapatban játszanak, de azt gondolom, hogy talán rajtuk keresztül még nagyobb bázist lehet majd építeni az utánpótlásban, hiszen van egyfajta modell, amit be lehet futni, és akkor így már hasznos tud lenni. Ez. Amúgy ezek a fiatalok ott szoktak lenni a felnőttek edzésein? Látják ők, hogyan dolgoznak? Az edzés helyszínek, az utánpótlás edzés helyszínek, azok nem egyeznek a miénkkel, tehát nem a Bauer-Rudolfban vannak az edzések, illetve nem túlnyomó részt ott vannak.
de két olyan nap is van, amikor előttünk edzenek a fiúk, és akkor még megnézzük, hogy hogyan felnőttek, mivel kezdenek. Nem maradnak egész végig értelemszerűen, hiszen más elfoglaltságaik is vannak, de azért mindig megnézzük, hogy a felnőttek mit csinálnak. Na, kanyarodjunk is vissza. Vissza, ők volt egy kis vargavetünk, szóval mit kell akkor tudni az idei bajnokságról? Milyen célokkal vágtatok neki? Az idei bajnokság az egy érdekes bajnokság. Országosan az MB2-ben kevesebb csapat indul, mint tavaly. Ez a nyugati csoportban ez 9 csapatot jelent, ami egy szűkített bajnokságnak indult, viszont a versenykiírás annyiban módosult, hogy nem oda-visszavágós rendszerben zajlik majd a bajnokság, hanem minden ellenfelünkkel 3 mérkőzést fogunk játszani, tehát gyakorlatilag 24 mérkőzéses lesz a szezon. Ez sok. Az sok. És akkor... ezt hozzáveszünk, hogy a csapat jelentős része érdekelt az egyetemi bajnokságban is, ahol ehhez még hozzáesik még 16 alapszakaszbeli mérkőzés, plusz reményeink szerint a rájátszás és a 4-es döntő, akkor ez egy elég szép terhelés. Tehát akkor az egyetemi csapatnak a 4-es döntőt tűztétek ki célul, csak az MB2-es bajnokságban? Az MB2-es bajnokságban ugye évről évre az a célkitűzés, hogy lépjünk előrébb. Tehát mindig haladjunk a csoport eleje felé. Ezt most nagyon óvatosan fogalmazom az eddig megtett két forduló tükrében, de most is azt gondolom, hogy valahol a csapatnak a 4-5 környékén van a helye. Tavaly hogyan végeztünk? Tavaly 9. 9? Hát akkor szóval egy nagy ugrás. De... Igen, nagy az ugrás, viszont ugye ez lesz a harmadik idényünk. És én hiszek abban, és látom is, hogy idényről idényre a játékrendszerünk is finomodik annyit, illetve ér el egy olyan összeért szintet, hogy most már eredményeknek kellene érkeznie. És a játékos állomány alkalmas erre a célra? Szerintem igen. Voltak változások, nagy veszteseink vannak, vagy veszteségeink vannak. Elvesztettünk ugye egy irányítót, aki idegen légiós volt, ő tovább ment a párjával külföldre, illetve egy centert, akit az MB2-ben elvesztettünk, viszont odaadtunk a győri MB1-B-nek, úgyhogy ő fölfelé avanzsált, de nagyon hiányzik nekünk. Viszont vannak jó érkezőink, ugye a fiatalok, és a fiatalokon kívül még a 2011-10-es MB2-es bajnok csapatból is van visszatérünk, a Marosi Zsolti, úgyhogy azt gondolom, hogy amit az egyik oldalon veszítettünk, azt megnyertük a másik oldalon. Kicsit finomítani kell a játékunkon ahhoz, hogy ezek az érkezők valójában segíteni tudjanak. Vannak olyan játékosok, érkezők, akik az egyetem miatt jönnek ide Óvárra, vagy Győrbe, és ott találkozol velük először, és tényleg fel kell mérni, meg kell keresni ezeket a... Természetesen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, vagy én legalábbis abban vagyok, tehát az idei év az első ilyen, gyakorlatilag tömegével. Tehát én 11 néhány éve vagyok itt a győri kosárlabda környékén, én nem is emlékszem, hogy ilyen kerettel bírtunk volna az egyetemiben. Tehát szerintem van már egy ilyen vonzás is, hogy a kosárlabdázók jönnek, mert jó a kosárlabda, de tud játszani NB1-B-ben, mellette egyetem. Tehát ez most olyan keretünk van, és ezért is mondtam a 4-es döntőt, és talán nem vagyok túlzottan nagyra vágyó a 4-es döntővel. Olyan keretünk van, hogy gyakorlatilag bármelyik 12 játékos el tud juttatni minket a 4-es döntőig. Hol és mikor vannak a meccsek? Most a magyar órák hol mehetnek szóval? Meg ugye azért kell a közvetlen visszajelzés. Abszolút szükségünk van minden hangos torokra és minden kivörösödött tenyérre, amivel tapsolnak, ha olyat látnak a pályán.
Az egyetemi mérkőzések, a hazai egyetemi mérkőzések a Bauer-Rudorfban vannak, jellemzően kedden 19 óra 30-kor van kezdés. Az MB2-t szintén hazait itt játsszuk, viszont ott péntek a játéknap, és ott 7 órakor, tehát este 7 órakor van a kezdés. Ugye az egyetemi bajnokságból lement már egy forduló, az MB2-ből pedig 2 forduló. Igen. Mire az adásba kerül, addigra több mérkőzésen is túl lesztek, de mik az első tapasztalatok? Azt mondom, hogy az MB2-ben volt 2 vereség? Igen. Tudom. Igen. 2 vereség. Az egyikkel számoltam, ez a most szombat, tehát az a 19-i dombóvári kirándulás, mondjuk nem ilyen arányúra, de benne volt a pakliba. Az MB2 az egy olyan versenyrendszer, ahol a nagy utazásokat azt nehezen tűri a csapat. És ez igaz pro és kontra. Mi sem tudunk mindig a teljes kerettel utazni, és ennek megfelelően ide sem mindig a legerősebb keret érkezik. Az első fordulós Kozár Mislány elleni vereség, ott gyakorlatilag annyira erősen motiváltak voltunk, hogy a nagy akarásban csak a játék veszett el. Ott egy szorosat játszottunk Kozár Mislányon. Én azt gondolom, hogy mire újra megjönnek, ugye, mert akikkel itthon játszottunk, velük még egyet fogunk itthon játszani, és csak egyet idegenbe. Úgyhogy jön még a Kozár Mislány hozzánk, akkorra már meg lesz az az eredmény. Tehát azt gondolom, hogy velük pozitív mérleget tudunk majd. És az egyetemi? Nem az egyetemi, még a másik mérkőzésre kérdeztelek, mondom, Dombóvár? Dombóvár. Igen, ott annyival jobb. Mindig jók voltak a dombováriak. Az egy érdekes hely, az egy olyan katlan, amit szeretnénk mi is elérni nagyon rövid időn belül itt Óváron. Ott azért 150 néző a minimum, a szurkolói pólóba öltözve, a Városi TV gyakorlatilag online közvetíti a mérkőzést, tehát ott egy olyan hangulat van, egy olyan feltüzelt hazai csapat van, aki ellen azért eléggé nehéz nyerni. Jó tempót fogtunk, megoldottuk a 2 negyedet, de volt egy nagyon, nagyon rossz negyedünk, a második, ami megpecsértette a sorsunkat, és onnan már csak ilyen állagmegolvás volt, hiszen a keretből 6 egyetemistával holnap játszanom kell, és az egyetemi mérkőzés az egy kicsit most fontosabb. Egyetemi bajnokságból egy fordulót eltel, és ott van egy győzelem. Így. Arra nagyon büszkék vagyunk. Amit említettem is, hogy olyan a keret, hogy gyakorlatilag csukott szemmel is ki tudom választani ezt a 12 játékost, akivel mérkőzést lehet nyerni. Azt a BMM AFC-ot fogadtuk, akit tavaly oda-vissza sikerült kikapnunk, és egy utolsó másodperces kosárral tudtunk győzedelmeskedni, ami szerintem nagyon-nagyon jót tett a csapatszellemnek és a kohéziónak. Hát az nagyon nagy robbanás lehetett ott a pályán utolsó másodpercben. Nagyon-nagyon helyesek voltak a fiúk, ott látszott igazán, de gyakorlatilag, ha az Euroligát megnyertük volna, se lett volna a csapaton belül nagyobb az öröm és az ünneplés, még a cserék, a civilben ott lévő játékosok is berontak a pályára egy kupacba, és ünnepelték a pontszerzőt, a Tóth Ricsit. Ezek a pillanatok azok szerintem, amiért érdemes ezt az egészet csinálni. De edzőként mindenképpen. Melyik a, hát ez nehéz kérdés, melyik az első számú csapat most egyetemi, vagy az MB2-es? Én nem teszek soha különbséget, főleg azért nem, mert a játékos állomány, mint említettem, nagyon nagy átfedéssel van. Az egyetemi bajnokság gót azért emelném ki, mert ott szeretnénk, és én személy szerint is szeretnék valami maradandót letenni. Ugye ott B33-ban nagyon ott vagyunk az elején. Ugye, tavaly 3-ok lettünk az országos bajnokságban, az egyetemiben, idén a 2-ok, ott már úgy gondolom, hogy meghatározók vagyunk. Most azt szeretném elérni, hogy az 5-öt elleniben is a 4-es döntőbe kerülhessen be a csapat. Az MB2 az meg mindig a szívem csücske marad, mert a
a legnagyobb eredményemet NB2-ben értem el, ahol gyakorlatilag veretlenül lettünk országos bajnokok, a döntőben sikerült a Pécstől, illetve a négyes döntőben a Pécstől kaptunk ide, olyanok voltak az eredmények, hogy mégis mi lettünk az országos bajnokok. Az meg olyan emlékeket hoz bennem vissza, hogy mindig azt szeretném megismételni, és ezt szeretném a fiúknak is átadni. Szerencsém van, hogy a mostani csapatban is van két olyan játékosom, aki tagja volt annak a gárdának, tehát tudják, hogy milyen érzés. Még egy szó, többször említetted a B33-at, akkor idén megnyerjük a B33-as bajnokságot? Nem, sormintát folytatva? Nem teszek feladatlan ígéretet. A fiúk minden el fognak követni, mert szeretnének tovább lépni az Európa játékokra, és annak feltétele, hogy elsők legyünk. És ez mikor kezdődik? Ez kicsit távolabb, inkább az nyár. Igen. Hát valamikor az év végén már meg lesz az első forduló, de ugye a döntőt azt már május. Aha. Az már május. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Lagi Tibor, a Mogac DSE kosárlabda szakosztályának a vezetője volt a mai vendégünk. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom. Viszontlátásra.